Angliából és Magyarországról származik a Nyíregyházi Állatparkban élő aranykezű tamarin tenyészpár. 2016-ban a Nemzetközi Törzskönyvi Program keretében érkeztek Sóstófürdőre. A nemrég született 4 hetes csöpségeket még nem könnyű észrevenni, hiszen meglehetősen egybeolvadnak anyjukkal. Egyelőre idejük nagy részét anyjuk hátán töltik. Már az élesebb szemű látogatók is láthatják az aranykezű tamarin család legifjabb ikerpárját. A kicsiken is jól látható már a faji jellegzetesség, azaz a fekete szőrzet aranyszínű végtagokkal. Erre egyébként a tudományos nevük is utal, hiszen Saigonus Midas a latin nevük, utalva Midas királyra, akinek annak idején a legenda szerint minden a kezében aranyjá változott. A karmosmajon félékhez tartozó állatok igen apró termetűek, mindössze 20 centisek és csupán fél kilósak. A szülők méreteihez viszonyítva viszont az utód minden esetben igen nagy méretű, születéskor körülbelül 10 deka, ezért a kölyök hordozásában mindkét szülő kiveszi a részét. Az apró testméreteknek nagy előnye van, a dél-amerikai esőerdők legvékonyabb ágaira is kimerészkedhetnek, ahová a rájuk fogukat fenő ragadozók nem tudják követni őket, ráadásul a felső ágakon lévő gyümölcsökhöz is könnyedén hozzáférnek. Madárcsicsergésre emlékeztető hangjuk messzire elhallatszódik, és vokális jelzéseik mellett szaganyagokkal is kommunikálnak fajtársaikkal. Bár az aranykezű tamarinok a 33 karmosmajon faj közül nem a legveszélyeztetettebbek, élőhelyük drasztikus csökkenése tizedeli állományukat. A tamarin tenyészpárt és a két kis apróságot az állatpark különleges külsejű állatokat felvonultató Viktória házában láthatja a nagy közönség.